Köszöntöm nézőinket, Önök a Zemplén Televízió híradóját látják, már is kezdünk. Ünnepi istentisztelettel emlékeztek a reformációra Sárospatakon. A magyar jégkorong válogatott ifi csapat edzőtáborozik Sátoraljaújhelyen, a nyitott mérkőzésekre várják a szurkolókat. A hosszú hétvégén is folytatódik a belvárosi útfelújítás Sárospatakon. Október 31-e világszerte a reformáció ünnepnapja. Éppen ezért ezen a napon hálaadó istentisztelet keretében köszöntötték a 480 éve alakult Sárospataki Egyházközséget és a kormányzati támogatással megújított református templomot. Az ünnepi alkalmon Orbán Balázs miniszter helyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár elmondta, a Sárospataki közösség fontos bástya, amely az újrakezdés és a megmaradás jelképe is egyben. 2015-ben kiemelt kormányzati támogatást kapott a Sárospataki Református templom és annak környezete, amely így teljes felújításon és megújuláson eshetett át. A reformáció ünnepnapján, október 31-én nem csak egy jeles napot, hanem a templom elkészültét és a Sárospataki Egyházközség megalakulásának 480. évfordulóját is ünnepelték a jelenlévők hálaadó istentisztelet keretében. Igét hirdetett dr. Fodor Ferenc református lelkipásztor, aki hozzátette, ez az alkalom nem csak a múltról, hanem a jövőről is szól. A nemzetformáló eseménynek a mi életünkben megfelel a reformáció, amelynek fél évezredes folyamatára tavaly emlékezett a világ. Nekünk, sárospataki reformátusoknak a 2018. év is nagyon fontos, mert 480 esztendővel ezelőtt, 1538-ban városunk lakossága protestáns hitre tért. Hálásak vagyunk az Úrnak azért, mert ezt az évfordulót szépen felújított templomunkban ünnepelhetjük. Mátyás Péter főgondnok kiemelte ünnepi köszöntőjében, hogy többszörös ajándékot kaptak a sárospataki reformátusok, amely a 19. század óta az egyik legnagyobb előrelépése ennek a közösségnek. Megköszönöm mindazok munkáját, szolgálatát, akik bármiféle módon ezt a folyamatot előmozdították, az építkezés előkészítésében, a tervezésben, kivitelezésben, bármilyen szinten és módon részt vett. Nem megfeledkezve, az imádkozó kezekről, lelkekről sem, mert hisszük, minden emberi tevékenységet megelőzött Urunk akarata, ezért egyedül Istené legyen a dicsőség. Dr. Hörcsik Rihárd Abaúj, a Zemplén országgyűlési képviselője szerint a sárospataki reformátusok az újrakezdés és a megmaradás jelképei is egyben. Hányszor kezdték újra a pataki reformátusok? Aki a templomra néz, Darányi Lajos egykori lelkészpüspök szaváit idézve, még jobban megérti, hogy Isten mennyire megsegítette őseinket, és még jobban hiszi, hogy minket se hagy el, hisz ígérete van, hogy atyánk és Istenünk marad örökké. Orbán Balázs miniszter helyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár szerint a kormányzat is sokat köszönhet ennek a közösségnek, hiszen történelmi egyházként fontos küldetésük van ma Magyarországon. Tehát valójában, amikor Magyarország kormánya ezt a felújítást támogatja, akkor igazából csak az alaptörvényben foglalt kötelezettségnek tesz eleget. És éppen ezért a köszönet nem Magyarország kormányát illeti, hanem éppen ezzel ellentétesen a köszönet Sárospatakot és a református gyülekezetet illeti. Ugyanis Patak és a református gyülekezet ad át Magyarországnak és Magyarország kormányának egy kulcsot, amely egy olyan ajtót nyit, meggyőződésünk szerint, ami egy sikeres, magabiztos, magabíró, bátor és irgalmas, szabad, független 21. századi Magyarország irányába vezet. Ezt követően a miniszter helyettes átadta dr. Fodor Ferenc református lelkipásztornak azt a kulcsot, amely vélhetően az egykoron itt álló fa templomé volt. Az ünnepi alkalmon a kivitelezők, valamint a Zempléni Egyházmegye is köszöntötte a templom megújítását és a Sárospataki Református Egyházközséget. Péntektől vasárnapig Sátoraljaújhelyben tartja szezonkezdő edzőtáborát a magyar U15-ös jégkorong válogatott. A délelőtti órákban edzések lesznek, délutánonként mérkőzéseket játszanak majd a jégkorongosok.
Az edzések és meccsek is nyilvánosak, így minden érdeklődőt szeretettel várnak. Már augusztusban több városi jégkorong utánpótlás csapata tartott edzőtábort a Sátoraljaújhelyi jégcsarnokban. Az előttünk álló hétvégén pedig az U15-ös jégkorong válogatott tartja a Zempléni városban szezonkezdő edzőtáborát. Péntektől vasárnapig lesznek itt a jégkorongosok. Délelőttönként edzenek majd, délutánonként pedig négy csapat mérkőzik majd egymással, szabályos meccsek keretein belül. Az edzésekre és a mérkőzésekre minden a sportot kedvelőt várnak. Jó szívvel hívok és invitálok mindenkit, aki szereti a sportokat, hogy látogassanak ki pénteken, szombaton, vasárnap délelőtt, hogyha edzésmunkát szeretnének látni, illetve péntek, szombat, vasárnap délután, kora este, hogyha jégkorong mérkőzéseket szeretnének látni egy magyar válogatott színeiben, mert azt gondolom nem minden nap élményben lehet része annak, aki kilátogat a jégcsarnokba, két okból is. Egyrészt bele pillanthat egy sportág válogatottjainak, korosztályos válogatottjainak az edzésmunkájába, másrészt a U15 és a gyerekek azért már egy olyan szintet játszanak jégkorongban, ami nagyon élvezetes nézőként is, és pénteken és szombaton délután 4-től este 7-ig, vasárnap pedig 1 órától 16 óráig fognak mérkőzéseket játszani a csapatok egymással. A jégkorong edzések mellett a hosszú hétvégén a korcsolyásokra is gondolnak a jégcsarnokban. Közönség korcsolyázásra is várják akkor is sokat. Azokban az időszakokban, amikor nincsen edzésmunka, sőt, most az őszi szünet idejében folyamatosan megy a közönségkorizás, olyannyira, hogy az újhelyi Zempléni Hiúzók jégkorong csapatának az edzéseit áttolta az edző a közvetlenül nyitás utáni időszakban, amikor talán még olyan sokat nem látogatnak ki, hogy a délutáni időszakban már ne zavarjuk a közönség korcsolyázást. Ugye péntektől ez egy kicsit felborul, de addig is mindenkit várunk nagy szeretettel. Sátoraljaújhely alpolgármestere arra biztat mindenkit, hogy húzzon korcsolyát és használja ki a jégcsarnok adta lehetőségeket. Mindenszentek napján kívül a hosszú hétvége alatt is folytatódik az útfelújítás Sárospatakon. A városon áthaladó főútvonal rekonstrukciója már hetek óta folyamatban van. A belvároson és a Bodrog hídon való áthaladást most még forgalmi dugót eredményez a kisvárosban. A nagyobb forgalmi akadállyal járó munkálatokkal viszont már ezen a héten végezni fog a kivitelező. Napokon belül befejeződik a nagy forgalmi akadályokat is okozó útfelújítás Sárospatakon. Mint ismert, a Magyar Közút Nonprofit Kft. Által elnyert pályázatból a városon áthaladó főútvonal teljesen új burkolatot kap, a rendőrlámpánál a jobbra kanyarodó sávot is bővítették. A kivitelező most már a végső aszfaltozást végzi el. A következő napokban azonban még komolyabb torlódásokra kell számítani. A legnagyobb felfordulást okozó útfelújítás itt az Erdélyi út, az Attila út, a Béla Király tér és a Gárdonyi útnak az aszfaltozása az jövő hét elejére, közepére, tehát be fog fejeződni. Óriási köszönetemet fejezem ki a türelemért a sárospataki lakosoknak, hiszen láthattuk, hogy elsősorban a reggeli órákban, valamint a délutáni munkaidő végét jelző órákban mekkora torlódás volt. Egy egyébként 5-10 perces útra gyakran 35-40 percet is kellett várni. Az Erdély János és Petőfi utcák térségében egyszerre több beruházás is összeér, ezért ezen a szakaszon a szokásosnál is nagyobb odafigyelésre van szükség, ráadásul a Mindenszentek napja kivitelével az aszfaltozás is folyamatban lesz. A kivitelező ígérete szerint, tehát ezen a hétvégén is úgy tűnik, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, befejeződik ennek az útszakasznak az aszfaltozása. Ami még komoly bonyodalmat okozhat, ez az, hogy pont a piaci napnak az időszakán, tehát szombaton fogják elérni a Petőfi utcának a környékét, így a Petőfi utcán zajló szennyvíz rekonstrukciós munkálatok, valamint a mai nap elkezdődött Hotel Bodrog mögötti parkolónak a kialakítása, parkolónak a bővítése össze fog érni, tehát tekintettel arra, hogy Mindenszentek napja, halottak napja, rengeteg hazalátogató, rengeteg temetőbe látogató, valamint a piaci nap, ez még azért óriási türelmet fog igényelni. A polgármester emlékeztetett, a mostani felújítás a Veselényi úti vasúti átjáróig valósul meg, a pályázat azonban a körforgalomig tartó szakaszt is magába foglalja. A Veselényi út aszfaltozása azonban idén már nem valósul meg, jövő tavasszal folytatódik az útfelújítás Sárospatakon.
Több ponton módosítja az önkormányzati bérleményeket szabályozó önkormányzati rendeletét a Sátoraljaújhelyi önkormányzat. A változtatás nem jelent emelést a bérleti díjakban, mint inkább az önkormányzati vagyon védelmében tett intézkedést, hangzott el a Gazdasági Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén. Ennek érdekében ezentúl minden bérleti szerződést egy évre köt meg az önkormányzat, de ha a bérlő minden feltételnek eleget tesz, a jegyző saját hatáskörben hosszabbíthatja azt meg. Módosította az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó rendeletét a Sátoraljaújhelyi képviselőtestület. A szabályokat több ponton változtatta meg a műszaki és vagyongazdálkodási osztály és a városi jegyzője, ami a testület elé került anyag indoklásában szerepel, az ingatlan vagyonvédelmét szolgálja. Így például kikerült a rendeletből annak a lehetősége, hogy a bérlő tovább értékesítse albérletbe az önkormányzati bérleményt. Kivezetik a jogszabályból a lakbértámogatás fogalmát, azt a már gyakorlatban is alkalmazott települési támogatás más formája helyettesíti, és megszűnik a 3 és 5 éves időtartalmú bérleti szerződés is. Minden esetben csak egy évre fog szólni a szerződés, amennyiben minden rendben lesz egy év múlva, tehát rendesen becsülettel fizetik a különböző díjakat, a lakást rendben tartják, akkor automatikusan a jegyző meghosszabbíthatja ezeket a szerződéseket, ellenkező esetben pedig nem. Ezt azért kellett meglépni, hogyha egy év múlva a problémás eseteknél megszűnik a szerződés, akkor egészen más, sokkal rövidebb idő alatt lehet változást hozni, mint eddig. Tehát érvényes bérleti szerződés esetén a bíróságnál évekig el tudták húzni az időt, és csak ezután lehetett a már bérleti joggal, már nem is rendelkező benne lakót kitenni belőle. Az új egyéves szerződések nem érintik a korábban kiadott ingatlanok bérlőit. Az önkormányzat ezen kívül szeretné bővíteni a piaci alapon bérelhető lakások körét. Ez elsősorban azokat a bérleményeket érinti, amelyeket az utóbbi időszakban felújított az önkormányzat. A rendeletben meghatározzák ezen lakások bérleti díjának minimumát is. Így egy összkomfortos önkormányzati lakás bérleti díja 450 forint per négyzetméter áron már elérhető Sátoraljaújhelyen. Sátoraljaújhelyen idén már nem egy adott napon szervez lomtalanítást az önkormányzat. A helyi közszolgáltatónál egyénileg rendelheti meg a lakosság a lomhulladék elszállítását. Az összegyűjtött felesleges hulladékot a kommunális hulladékszállítás időpontjában viszik el a háztól. A megrendelőnek annyi a dolga, hogy ezt rendezetten kitegye a lakása elé. Az önkormányzat arra kéri az itt élőket, éljenek a lehetőséggel, hiszen ingyen akár évi 2 alkalommal szabadulhatnak meg így a feleslegessé vált szeméttől. A ház elé kihelyezett nem kommunális hulladékot szállítja el a BMH Nonprofit Kft. Kocsia. A szemét tulajdonosának csak annyi volt a dolga, hogy leegyeztesse az időpontot a szolgáltatóval, megrendelje azt és körülbelüli mennyiséget határozzon meg. Évente 2 alkalommal élhetnek az ingyenes lomtalanítással az új helyben élők. A korábbi években 1 vagy 2 adott időponthoz kellett alkalmazkodni a lakosságnak, most mindenki úgy ütemezheti az éves lomtalanítást, ahogy az ideje engedi. Akár a hosszú hétvégén is elkezdhetik a szortírozást, garázs, fészer, pince takarítását az itt élők, a következő hetekre pedig meg lehet kérni a szállítás időpontját. Egyszerűen háztól viszik el a szemetet. Nincs előre meghirdetett lomtalanítás, hanem egy éven 2 alkalommal ingyenesen szabadulhatnak meg az állampolgárok a lakásaikban fölöslegessé vált dolgoktól. Itt mindenféle szemét és fölöslegessé vált bútordarab és egyéb kacat kihelyezhető. Előre kell bejelenteni a BMH-nál, ez az új közszolgáltató, és meghatározott időpontban ki kell kihelyezni. Ezek az időpontok az egyébként is szemétszállítási időpontok. A közterületek takarítása komoly feladatot ró a városra, pedig a hulladék lerakásának számos más módja is van. Nem csak a házhoz menő lomtalanítás, de a hulladékudvar és a szelektív szemétgyűjtés is a lakosságot segíti ebben.
Ebben az esztendőben is népszerű volt a Sárospataki Kommunális Szervezet által meghirdetett virágvásár. A halottak napja jegyében az önkormányzati intézmény az általa üzemeltetett piacon a hagyományostól eltérő időben hosszabb nyitvatartással várta azokat, akik itt vásárolták meg a virágokat. Farkas Szabolcs igazgató elmondta, nem csak az emlékezőket segítették, hanem a helyi kisvállalkozókat is. Elsősorban az volt a cél, hogy a megemlékezők időben meg tudják vásárolni a sírokra szánt virágokat. Így a tömeg és a türelmetlenségtől megkímélve a vásárlókat hosszabb nyitvatartást biztosított a kommunális szervezet. Ez már évek óta jól bevált szokás lett a településen, és ezért nem is kívánt azon változtatni a szervezet, mondta a híradónknak Farkas Szabolcs. Elég komoly tradíciónak tekinthető a Sárospataki piacon a virágárosítás, hogy október 27-től november 1-én 1 óráig biztosítjuk itt a helyszínen a lehetőséget a vásárlásra. A hosszabb nyitvatartás nem csak a megemlékezőknek nyújtott segítséget, hanem a helyi vállalkozásoknak is, tette hozzá az igazgató. Mindenki megfordul, a helyi, illetve vidékről is érkeznek árusok. Elég komoly választékkal, de azért, mivel 1 óráig tart minden nap a virágárosítás, ezért akkor a délelőtti órákban inkább jellemző a vásárlás. Jövőre szeretnénk már mindenképpen ebben gondolkodni, hogy mi is kivegyük ebből a részünket, hiszen minden technikai feltétel rendelkezésre áll. Ugye fűthető fóliasátor rendelkezünk, úgyhogy igen, szeretnénk. Hát nem is elsősorban itt a halottak napjával kapcsolatosan, de hát azért Sárospatak egy virágos város, és ebben szeretnénk mindenképpen komolyabban kivenni a részünket. A megemlékezés időszaka után a piac nyitvatartása visszatér a megszokott rendbe. Téli gumi, téli szélvédőmosó folyadék, jó állapotú szélvédő lapátok. Csak néhány dolog, amire gondolniuk kell a gépjárművezetőknek a tél közelettével. Ugyan az időjárás eddig nem nagyon mutatta az igazi őszi időjárás jeleit, ennek ellenére a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályvezetője arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes már most elvégezni az autók téli felkészítését. Ebben az esztendőben csupán a sárguló fa levelek mutatják, hogy ősz van, még így október végén is rendkívül melegek a napok, és a nagyobb esőzések sem érkeztek meg. A meteorológiai szolgálat a következő napokra sem jósol nagyobb lehűlést és nagyobb mennyiségű csapadékot. Ennek ellenére a rendőrség arra hívja fel a közlekedők figyelmét, hogy járműveiket érdemes felkészíteni a téli időszakra, hiszen most már bármikor ránk köszönhet az igazi őszi időjárás. Ősszel jellemzően több a csapadék, korán kezd sötétedni, ezért a gépjárművezetőknek nem árt leellenőrizni az ablaktörlőlapátot, a világító berendezéseket, és természetesen mindig tele kell lenni az ablakmosó tartálynak. A tél közelettével azért nem árt folyamatosan a gumiabroncsokat kicserélni. Én azt javasolnám, hogy nem kell megvárni az első hóesést, hanem amennyiben lehetséges, november környékén célszerű már a gumiabroncsokat kicserélni. Nem csak a személyi gépkocsikat kell felkészíteni a hűvösebb időjárásra, célszerű az utasok számára is elhelyezni olyan védőfelszereléseket a járműben, melyek probléma esetén megóvják őket a hidegtől. Tél közelettével célszerű a járművekbe elhelyezni takarót, innivalót, illetve abban az esetben, hogyha hosszabb távra menjünk, természetesen teletankkal induljunk el, hogyha olyan helyen kerülünk dugóba, vagy olyan helyzetbe, hogy nem tudunk a gépjárművel tovább haladni, akkor a járműben a fűtést meg tudjuk oldani, illetve le kell ellenőrizni a járművek akkumulátorát, hogy megfelelő töltöttséggel, illetve sav mennyiséggel rendelkeznek-e, illetve a gépjármű ablakmosó tartályában is a téli ablakmosó folyadékra kell kicserélni a mosó folyadékot. A láthatósági mellény ugyan nem kötelező tartozik az autóknak, de amennyiben sötétben el kell hagyni a járművet, használni kell. Éppen ezért érdemes, ha ez is van a gépkocsiban. A Kressz leírja, hogy amennyiben lakott területen kívül gyalogosan közlekedünk korlátozott látási viszonyok között, láthatósági mellényt kell viselni. Ebben az esetben, hogyha a gépjármű lerobban és valami oknál fogva el kell hagyni a gépjárművet, akkor viszont fel kell venni, és ezért javasolt annak megfelelő számú mellényt tartani a gépjárműbe, ahány utas tartózkodik benne. Szintén nem kötelező tartozék a tartalék izzókészlet, de jó, ha ezzel is rendelkezünk.
Tűz ütött ki a szlovákiai Kisújhelyben, a régi laktanyából átalakított lakóházban. Az épület tatarozása során csaptak fel a lángok, a tetőszerkezet gyulladt ki ma délben. A szlovák tűzoltók nagy erőkkel kezdték eloltani a tüzet, de 2 óra alatt sem sikerült megfékezni azt, a teljes tetőszerkezet leégett. Szerencsére személysérülés nem történt, híreink után hosszabb kép összeállítást láthatnak az esetről. Végül nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Ünnepi istentisztelettel emlékeztek a reformációra Sárospatakon. A magyar jégkorong válogatott ifi csapat edzőtáborozik Sátoraljaújhelyen, a nyitott mérkőzésekre várják a szurkolókat. A hosszú hétvégén is folytatódik a belvárosi útfelújítás Sárospatakon. Önök az Emplén Televízió híradóját látták, melyet újra megtekinthetnek, ha ellátogatnak weboldalunkra. Ha tehetik, csatlakozzanak Facebookos oldalunkhoz is, ahol mindig aktuális információkról tájékozódhatnak. Mára megköszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!